13. Ne! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy hosszú videó lesz. Ugyanis a mai videóban szeretném úgymond összegezni, hogy eddig hol tartok a Barangolás Európában sorozatomban. Tehát gyakorlatilag most az fog történni, hogy végigveszem azokat az országokat, amikből már készült Barangolás, és amikhez már olvastam azóta, hogy elindítottam a Barangolás Európában sorozatomat. Európai országokat fogunk végigvenni, Nagy-Britanniát, mint angol szerzőt, Nagy-Britannián belül angol szerzőket nem, majd lesz egy kicsit skót részleg ilyen extraként, illetve Magyarország sem, mert hogy ugye ennek az egész kihívásnak az a célja, hogy ne azt a kétféle szerzőt olvassam, amit egyébként a legnagyobb számban fogyasztok, tehát ne legyen brit per angol, vagy ne legyen magyar, mert az a másik elég kézenfekvő választás, mint magyar ember. Úgyhogy ez úgy fog kinézni, hogy így megyek, mondom az országot, milyen könyvet olvastam hozzá. A legtöbb könyvről valószínűleg ebben a videóban nem fogok külön beszélni, abból az okból kifolyólag, hogy főleg azoknál az országoknál, ahova egyelőre még csak egy-egy könyvet tudok mondani, azokról valószínűleg van külön Barangolás Európában kibeszélő az adott könyvről. Úgyhogy majd be fogom linkelni a leírásba a Barangolás Európában lejátszási listát, azon mindent megtaláltok, mármint az összes külön kis könyvértékelőt, könyv összegző kis videót az országokhoz, illetve lesznek benne olyan könyvek, amiket vagy korábban olvastam, vagy nem tudtam, hogy barangolásra egyébként jó szerző, vagy nem csináltam hozzá külön barangolásos videót, mert mondjuk nem tudom, orosz szerzőtől olvastam, de orosz szerzőhöz már csináltam barangolást, és most nem éreztem, úgyhogy csináljak még egy külön barangolást, tehát ilyenek is elő fognak fordulni a videóban, esetleg azokról lehet, hogy fogok bővebben beszélni, mert azokról nincs külön videó csatornán, de amiről van külön videó, arról nem szeretnék most külön megint beszélni. Főleg, hogy azok a videók frissebb olvasási élményekből vannak, tehát ott valószínűleg sokkal jobban össze tudtam foglalni, hogy mi történt az adott könyvekben. Úgyhogy nézzük! Nem számoltam össze pontosan hány ország van, megteltem most is. Elvileg 17 különböző nemzetiségről lesz szó, de lehet elszámoltam. Egyébként szegény franciák majdnem kimaradtak a listámból, mert most jöttem rá, hogy megvan, hát már több mint egy éve, lehet már két éve megvan a kis térképen, és a világ térkép részén lekapartam Franciaországot, de a zászlós részén elfelejtettem, és az egyszerűség kedvéért a zászlókat néztem végig, és az európaiakat írtam ki, hogy összeszedjem, melyikeket olvastam, és aztán rájöttem, hogy hoppáka, Franciaország nincs lekaparva. Meg gondolkodtam, hogy miért? Mondom, hol van a listában a francia szerző? Na mindegy, bele is csapok a könyves részébe, mert sok van. Szóval, az első országunk az Ausztria, ahová pont tavaly év végén, azt hiszem, akkor olvastam könyvet, ami nem más volt, mint a Bambi Felix Zaltentől. Erről van külön videó, úgyhogy erről most így nem is fogok beszélni. Második országunk Belgium. Belgium az anno egy Marika könyvet hoztam, nem is tudom miért. Ugye a Marika sorozatban az azok ilyen elég híres gyerekkönyvek szerintem nálunk is, és egy Marika könyvről, vagy hát így a Marika sorozatot hoztam, mint Belgium, vagy belga könyvek, úgyhogy lett Belgiumról kéne egy második barangolást csinálnom. Azt hiszem, hogy ez a könyvem is félig belga szerzős, vagy hát ilyen két állampolgárságos, de ezt még nem olvastam. Viszont nemrég olvastam a The Dragon of Innis című könyvet, ami egy szintén belga szerzős, ilyen fantasy, ilyen sárkányos fantasy, mindeközben egy ilyen LMBTQ érzékenyítő kötet is. Egy aranyos kis, hát kis regény, meseregény volt, arról az idei márciusi összegzésemben beszélek egyébként majd. Vagy már beszéltem, mert valószínűleg az előbb kimegy, mint ez a videó. És lehet abból kéne új barangolást csinálnom, mert a belga barangolásomat kicsit gyengusznak érzem a Marikával. Következő országunk Csehország. Csehországból Petra Hulová könyvét olvastam, ami a Mostoha sors. Ez a kötet az alkoholizmusról szól, de ez az egyetlen cseh könyv egyelőre, amit olvastam, és nem valami iskolai kötelező, úgyhogy erről is van külön videó. Egyébként azt hiszem ez a könyvem is még
chess szerzős, de ezt még nem olvastam. Következő országunk nem más, mint Dánia. Dániából, vagy hát dán szerzős kötetből Lane Kaberbolttól olvastam a Sárkány hívása című könyvet, illetve a második részét ennek a sorozatnak, ami az Igazlátó krónikák, ami az Amulett. Mielőtt elkezdek beszélni erről a sorozatról, szintén a Sárkány hívásáról van külön videó. Az Amulett egy kicsit gyengébb folytatás volt számomra, nem tudom, hogy a harmadik kötet meg fog jelenni magyarul. Következő országunk Észtország, ahová Indrek Harglától olvastam. A Melchior sorozatból megvan 4 kötet, az első 2 olvastam ide, amit most mutatok, ez a Melchior, a Patikárius és a Szent Olaf. És a Szent Olaf, na, az első, amit most mutatok, ez a Melchior, a Patikárius és a Szent Olaf templom rejtélye, és itt van még mögöttem a másik 3 kötet, minden nyilván ugyanaz a szerző, tehát ez és szerzős kötet, szintén van külön videó róla. Finnországhoz az egyik, hát egy trilógiát olvastam el legelőször, Salla Simukától, ami a Vérvörös trilógia volt, azt hiszem, a Vérvörös, Hófehér és Ében Fekete. Ez egy ilyen krimi sorozat volt, arról volt azt hiszem kb. A második barangolás videóm, viszont utána olvastam egy másik finn szerzős könyvet, ami eléggé durván meghatározó élmény volt, ezért csináltam Finnországból kivételesen 2 barangolásos videóm van, mert hogy Johanna Sinisalótól a Napmagja egy igencsak meghatározó olvasmány volt, ez ugye az, amiben a alternatív történelmi síkon járunk, és a chili paprika az egyik legdurvább drog, betiltott drognak számít Finnországban. Szuper jó kötet, szintén van róla külön videó, mivel hogy annyira jó volt ez a könyv, hogy muszáj volt neki, vagy hát Finnországnak még egy barangolást adnom, mármint egy külön videót. Franciaországhoz érkeztünk. Franciaország, vagy francia szerzőt azt már többet olvastam viszonylag, abból is csak egy darab barangolás van, a barangolás az Operaház fantomjához tartozik, amit én azért olvastam, mert nagyon-nagyon szeretem az Operaház fantomja musicalt. És mint egy ponton megtudtam, hogy ez egyébként könyv alapján van, úgyhogy el is olvastam belőle a könyvet. Ezen kívül néhány francia szerzős könyv, amit olvastam, a Kisherceg, ami egy elég egyértelmű választás, mondjuk azt pont annyira nem szerettem. Aztán tesómnak volt egy kötete, az a Hector and the Search for Happiness, Hector a boldogság nyomában, valahogy így van talán a címe. Ez egy ilyen közepes könyv volt, annyira nem ragadt meg. Aztán volt egy képregény, a Wave című, ami egy ilyen nagyon-nagyon kis szép képregény volt, és egyébként eléggé gyászfeldolgozásra alapul, ugyanis egy leszbikus párról szól, ahol az egyik fél elvetél a terhességes során, és ezzel a vetéléssel, ahogy próbál megküzdeni, arról szól gyakorlatilag a képregény, nagyon képi világ szinten nagyon szépen érzékelteti, ahogyan az ember elkezd gyógyulni, úgyhogy nagyon tudom ajánlani, fönn van scripten egyébként. Legalábbis, mikor én olvastam, még fönn volt. Aztán a Persepolis-t azért tudom ide mondani, mert a Persepolis-nak a szerzője, Marjane Satrapi, ő ugye eredetileg iráni szerző, viszont nagyon sokat kint élt Franciaországban, meg talán most is kint él, tehát ő így francia állampolgár is. És ezen kívül tavaly olvastam még egy képregényt, aminek az volt a címe, hogy Rabbitson the Moon, az szintén egy francia szerzős képregény volt. Izland jön. Izlandról nagyon furcsa módon még mindig csak ezt az egy darab kötetet olvastam, ami Halldóra Thoroddsentől az Ablak. Ez egy ilyen, egy idős hölgynek a 4 őszét nézi, azt hiszem végig, vagy 4 telét. Egy ilyen écéri-pécéri kötetről beszélünk, szintén van róla külön videó. Németország egy következő olyan országunk, ahol sokkal többet tudok mondani könyvügyileg. A német barangolásomat az Sandra Regnérnek az Elfek öröksége sorozatából csináltam, vagy hát azt hiszem ebből az első részből és a második, harmadik kötetről, abból csak külön összegző videóban beszéltem. Aztán, ami még német szerzős könyv és olvastam, az Peter Wollebemtől volt a Fák titkos élete, ami egy eléggé meghatározó könyv volt, de föl kell készülni, mert ugyan fákról szól, nagyon durva infókat tud meg az ember a fákról belőle. És soha többé nem tudsz úgy nézni, ha elolvasod azt a könyvet, soha többet nem tudsz úgy nézni a fákra, mint eddig. Aztán itt van Nicholas Barrow-tól a Nő mosolya sorozat, amiről azt kell tudni, hogy bármit is gondol az ember a név hallatán, nem francia és nem férfi, hanem egy német nőnek az álneve, talán valami ilyesmi infó kering róla, szóval elvileg ez német szerzős.
Aztán egy viszonylag régi olvasásom Michael Enditől a Végtelen történet, ez nem volt egy túl nagy favoritom. A filmet régen szerettem, bár traumatizált, mikor meghalt benne a ló. És fun fact, amikor először láttam a Végtelen történet filmet, nagyon durván sírtam rajta, amikor meghalt a ló nyilvánvalóan, és így konkrétan tesóméknak előre kellett tekerni a film végére, amikor nem tudom pontosan, hogyan történtek a dolgok, de a lényeg, hogy a végére tekertek és mutatták, hogy de nézd, nem hal meg, ott vágtat a végén, csak hogy abba hagyjam a sírást. Ez egy traumatikus élmény volt. Őszintén a filmet jobban szeretem. Oké, illetve még olvastam tavaly a Diótörőt, ugye megjelent a Librinél ez a díszkötet, nem volt szintén egy túl nagy kedvencem. Olaszországban vannak meglepő könyveim, amiből a barangolás készült, az az Olga a papírlány 1-2 volt, úgyhogy ezekről van külön videó, ez egy ilyen kis gyerekkönyvek. Ezen kívül meglepődve tapasztaltam, hogy a Good Night Stories, vagy mi az a Esti mesék lázadók lányoknak kötet, mindkét szerzője olasz. Ez ugye ilyen kis egyoldalas sztorikat tartalmaz, történelmi női személyekről, így elmondja, hogy miről híresek igazság szerint. Illetve a Love Hypothesis, aminek... Hypothesis, ezt jól mondtam. A Love Hypothesis, a szerelem képlete talán a magyar címe, sose tudom, Elie Hazelwoodtól, ugyanis Elie Hazelwood olasz-amerikai szerző, tehát ő Olaszországba született, és akkor úgy került át ő is Amerikába, szóval, hogy ő mint olasz szerző, tőle én ugye olvastam a Love Hypót, és így az számít olasz könyvnek. Oké, következő, Oroszország. Na most Oroszország tipikusan az az ország, hogy elég sok iskolai kötelező is orosz szerzős, úgyhogy itt szintén többet tudok mondani, viszont azért fogok ide mondani két darab kötelező olvasmányt, mert azokat ténylegesen szerettem, úgymond. Az egyik ilyen a Mester és Margarita, ami az egyik kedvenc érettségire olvasott könyvem volt, az volt az egyik legjobb kötelező olvasmány, amit egész középiskolában kellett olvasni. Igen, a többit nem nagyon szerettem, de a Mester és Margaritát nagyon. Illetve amit még úgy, ahogy szerettem, az egyébként az anyagim volt a kötelezők közül. Ezen kívül így kötelező szinten biztos, hogy olvastam sokkal többet orosz szerzőből, de ez a kettő olyan, amit ki is tudok emelni, mint egy jó élmény. Amiből a barangolás készült, az a Kvázi volt, Szergej Lukjanyenkótól. Ez azért volt jó, mert egy tök másféle zombi sztori volt, mint a tipikus zombi sztorik, mert hogy nem az apokalipszis után, nem az apokalipszis kitört, és úristen jönnek a zombik, hanem már az apokalipszis után jóval játszódik, hogy hogyan élnek a zombik és az emberek együtt. Illetve egy friss olvasásom, ami az Ánya kísértete, Vera Brozgoltól, és Vera Brozgol egy orosz-amerikai szerző. Lengyelországból még mindig csak a Vaják sorozatot olvastam, a Viharidőből írtam, a Viharidőből van azt hiszem a Barangolás külön, mert azt olvastam, a Barangolás Európában sorozat indítása után. Svédország. Svédországból a Barangolás részt azt a Nagymamám azt üzeni Bocs című könyvből csináltam, és az volt a legeslegelső Barangolás Európában videó a csatornán, az indította gyakorlatilag az egészet, és akkor meg az volt a koncepció, hogy kezdem így lebontva Európán belül egységekre, és akkor a Észak-Európával akartam kezdeni, aztán ez nagyon gyorsan felborult, mert kiderült, hogy ez nehezebb tartani, mert hogy nem voltak feltétlen meg a könyvek, amiket tudtam volna olvasni. És azóta olvastam még más svéd szerzős könyveket, mondjuk csak két szerzőtől. Bachmanntól még olvastam az Életed üzletét, illetve a Hazavezető vagy Hazafelé vezető út minden reggel egyre hosszabb, ezt a kettő kisregényét, vagy novella, nem tudom pontosan, hogy kisregény vagy novella volt ez a kettő. Illetve Simon Stalenhagtól olvastam az Elektronikus államot, a Mesék a hurokbolt és a Labirintust. Ugye ezek ilyen fotóalbum regények, nem tudom pontosan mi a bekategorizálása, de nagyon szépek voltak, és nagyon jók. Főleg az Elektronikus állam az volt az egyik kedvencem közülük. Svájc a következő, ahonnan a Heidit olvastam, ez volt a legfrissebb barangolásom, szerintem. Mire ez a videó kimegy, amíg akkor is. Tehát van belőle videó. Következő országunk Ukrajna, ahová a teljes Óramágusok sorozatot tudom mondani, Natália Serbától, amit most mutatok, ez az Órakulcs.
Magyarul már megjelent a 6-ból 5 rész, úgyhogy lehet olvasni. Ez a sorozathoz azért van egy kicsit speckobb kötődésem, mert hogy az Európa kiadó az elvitt minket egy ilyen író-olvasó találkozóra, konkrétan Natalia Sherbához, ami egy tök jó élményként maradt meg bennem, úgyhogy egy kicsit elfogult vagyok ezzel a sorozattal kapcsolatban. Erre több videó is van a csatornán, nem csak barangolás, hanem a vlog is arról, amikor ott voltunk, úgyhogy erről egy időben nagyon sokat beszéltem. Ó, igen. És ide még akartam említeni, ami olyan szerző, aki egyébként szokott kötelező olvasmány lenni valamilyen szinten, de ez kifejezetten nem kötelező volt, Gogoltól a The Night Before Christmas, aminek azt hiszem van magyar cím, de nem tudom, hogy micsoda, és ez Emmának volt meg az ilyen karácsonyi kis sztori, és egy ilyen nagyon szép karácsonyi, külön ilyen pingvines, vagy valamilyen kiadásban van meg Emmának, és azért olvastam, mert hogy karácsony. Karácsonykor olvastam valamikor. Jó, és technikailag az utolsó országunk, de mégsem, az Törökország. Törökországból két könyvet is olvastam, vagy török szerzősből kettőt is. Az egyik a Léggömbök a magasban Aytül Akaltól, ami egy novellás kötet, a másik a Nur Itözütől származó Csingisz kalandjai a nappal. A Barangolás Európában lejátszási listában csak erről a könyvről találtak videót, de erről is készült, csak ezt a Barangolás Ázsiában lejátszási listában találjátok, mert hogy Törökország az ugye ilyen köztes. Van európai területe, van ázsiai területe, úgyhogy mind a kettőhöz bevettem. És ugye a Barangolás Európábanhoz van majos kihívásom is, és ott úgy fogadom el a könyveket, hogy mindent elfogadok, ami valahogy európai nemzetiségnek származtatható, akár azért, mert mondjuk, mint Törökország, hogy van területe, vagy uniótag, vagy valami ilyesmi, tehát hogy valahogy azt lehet mondani, hogy oké, okay, mert vannak ilyen határterületek, ami gazdaságilag mondjuk Amoda tartozik, de amúgy ide is sorolják, és akkor el szoktam ott fogadni azokat is. És ugye a magyar szerzőket, illetve a brit per angol szerzőket, azok az egyetlenek, amiket nem szoktam elfogadni. Viszont Nagy-Britannián belül elfogadom a Velszi és a skót szerzőket is, mert úgy érzem, az sem az a fajta szerző, akitől a legtöbbet olvas az ember. Mert szerintem a legtöbb szerző csak simán angol szokott lenni, vagy brit. Ugye a brit a nagyobb gyűjtőfogalom, ami magába foglalja a skótot is, meg a velszit is, de a britet mindig úgy értem, hogy a brit angol, az angol brit, ez a kettő így összekapcsolva. Tehát, hogyha valaki rajta van mondjuk olyan a brit szerző és mellette a skót, akkor elfogadom. De az van csak rajta, hogy brit és angol szerző, vagy csak a brit, vagy csak az angol, akkor nem fogadom el. Csak ezt nagyon hosszú lett volna kiírni, ezért próbáltam minél egyértelműbben megfogalmazni, és így is voltak félreértések, úgyhogy most már úgy értem, hogy brit per angol nem fogadom el, és ha ezen kívül van rajta bármi más címke, akkor elfogadom. Úgyhogy ilyen plusz egyként van pár skót szerzőm. Az egyik Jenny Colgan, és tőle olvastam a Meet Me at the Cupcake Café, ennek van valami magyar címe, mert ez azt hiszem le van fordítva, illetve a The Little Shop of Happy Ever After, ennek nincs magyar címe, mert ez nincs lefordítva. Ilyen, ezek ilyen romantikus kis csiklit könyvek. Ebben Skóciába megy a főszereplő, miután kirúgják az állásából, és egy ilyen kis mozgókönyvesboltot nyit, ebben meg a főszereplő nyit egy kávézót. Még egy skót szerző, a G.M. Barry és a Pán Péter. A Pán Péter nem volt egy túl nagy kedvencem, nem bírom Pán Pétert. De ez egy klasszikus sztori, úgyhogy annyira nem részletezném. Illetve, ami még skót szerző, Grant Morrison és Dan Mora alkotásában a Klaus. Grant Morrison skót szerző, úgyhogy ezt is ide tudom sorolni. Elfelejtettem még Scotthoz mondani Robert Louis Stevensont, akitől olvastam a Kincses szigetet, illetve a Jekyll és Hyde kötetet is. Nagyon remélem, hogy nem maradt ki egy ország sem most ebből a felsorolásból, de szerintem nem, mert egyelőre talán még csak ennyi országból olvastam, még bőven van mit olvastam más országokból, meg még bőven vannak ezekhez az országokhoz is olyan szerzők, akiktől érdemes lenne olvasni, de egyelőre itt tartok a Barangolás Európában teljesítésemmel, úgymond, úgyhogy azt hiszem talán olyan fél út körül járhatok, mert van egy listám moly.hu-n, amin pipálgatom mindig, hogy melyik ország van meg egy-egy könyvvel, és kb. Fél úton vagyok, úgyhogy még bőven van.
meglátom a térképemen is, hogy még bőven van. Azért elégedett vagyok a teljesítésemmel, mert ugye közben csinálom még az amerikai, meg az ázsiai, meg néha napján az afrikai barangolást is. Próbálom szépen összeszedni, hogy minél több nemzetiségtől olvasok legalább egy könyvet, az lenne a legjobb, ha többet is olvasnék, de még így is az amerikai a legtöbbet olvasott szerzőm. Sajnos, de nagyon sok könyv érdekel, ami amerikai szerzős, úgyhogy ezért próbálom beépíteni, hogy legyen néha napján nem amerikai szerzőm is. Ennyi lett volna akkor egyelőre a barangolásos összegző, majd hát nem azt mondom, hogy hamarosan lesz esetleg egy újabb összegző, mert ahhoz megint kéne, még nem tudom, egy jó pár országot kéne olvasnom, hogy mondjuk legyen értelme egy második összegzőnek, de egyelőre itt tartok, ezen a szinten állok, úgyhogy továbbra is azért próbálkozok majd még más nemzetiségeket is olvasni, csak erőltetni sem akarom, úgyhogy majd amikor úgy jön, meg amikor van rá könyvem, akkor majd olvasok. Például van most is a polcomon több olyan könyv is, amit egyébként tudnék olvasni, csak mondjuk most épp nincs kedvem. Na mindegy, de azért büszke vagyok arra, hogy jelenleg állok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!